A karácsony közelettével a korcsolyázás szezonja is elkezdődik, a szekszárdi jégcsarnokban pedig egyre többen hódolnak ennek a sportágnak. Legutóbb hétvégén volt erre lehetőség az élménykorcsolyázás során. A hétköznap csak ünnepnapokon vagyunk nyitva, illetve a közönség részére, illetve a tanszünetben, mint ahogy most is ez a tervünk. Hétvégéken 100 fölötti belépőt szoktunk egy-egy alkalommal eladni. Azt gondolom, ez megfelelő egyelőre indulásnak. De nem csak a hobbi szinten korcsolyázókat szolgálja ki a szekszárdi csarnok. A falak között ugyanis hétköznapokon délutáni kurzusokat tartanak, és itt edzenek a Tolnai megyeszékely jégkorong csapatának fiataljai is. A Szekszárdi Jégmadarak Egyesületnek épült ez a csarnok alapvetően. A jégkorongozni vágyó gyerekeket sportoltatjuk, itt adjuk meg a sportolás lehetőségét. Gyakorlatilag 5 éves kortól 16 éves korig versenyeztetjük a srácokat, fiúkat, lányokat vegyesen. Jelenleg ugye már a versenyidőszak van, tehát minden egyes korosztály bajnokságban szerepel, tudásoknak megfelelő szinten. Időszakosan meghirdetésre kerülnek a korcsolya oktatások is. Ez néha a tematikus, tehát jégkorong specializált, aki kicsit haladóbb szinten van, de alapvetően kezdő srácokat is várunk. Ugyanebben a korosztályban versenyeztetjük őket, tehát gyakorlatilag 5 éves kortól. Tudni kell rólunk, hogy párhuzamosan a jégkoronggal műkorcsolya oktatás is kezdetét vette. Itt lányok, fiúk, hát többnyire lányok vesznek részt, de természetesen mindig szeretettel vár a hölgy, az oktató hölgy. Az egyesületi szinten sportoló gyerekek mellett azoknak is tartanak oktatásokat, akik még csak a korcsolyázás alapjaival akarnak megismerkedni. Ráadásul nézőként is érdemes ide ellátogatni, ugyanis a csarnokot az ország minden részéről érkező jégkorong csapatok is rendszeresen használják. Abszolút régiós szerepe van, jelen pillanatban versenyszerűen a bajai csapat szokott itt részt venni, a saját korosztályait versenyezteti, nem feltétlenül ugye Szekszárddal játszik, egyszer-egyszer a pécsi egyesületet is vendégül látjuk versenyszervezés keretében. A szekszárdi jégcsarnok tehát igazán tele van élettel, a téli hónapokban pedig izgalmas program lehet egy jót csúszkálni itt.